Üdvözlöm, Dudás Jenő Zsolt vagyok, védikus szakértő jóga tanár. Két könyvet írtam a védikus tudás hazai alkalmazásáról, védikus tudással Magyarországért. Ez elfogyott, de a jövőben újra szeretném nyomtatni, és a másik pedig védikus tudással a Kárpát-medencéért. Ez a könyvem, ez második könyvem, ez nálam megrendelhető, ha valakit érdekel. Van egy dolog, ami majd a következő könyvemben, védikus tudással Európáért lesz majd bővebben kifejtve. Ez nem kapott helyet ebbe a könyvben, de úgy érzem, hogy nagyon fontos ezt megemlíteni minden ember számára. Arról már beszéltem, hogy hogyan jönnek létre a betegségek, hogyan válik egy egészséges ember szervezete toxikussá. Tehát a nem megfelelő emésztőtűz emésztési erő következtében a szervezetben a létrejövő hasznos és haszontalan anyagok mellett, tehát azok a salakok, amiket a szervezet, a húgyuti és az emésztőtraktus kiválaszt és eltávoznak a szervezetből, ezek mellett még olyan anyagok is keletkeznek, melyek molekuláris szinten egy kis ragacsot képeznek, úgynevezett ama. Ez az ama sejt, szöveti és később már fölhalmozódva szervi szinten eltömítik a különféle részeket, minőségeket, csatornákat, mikro- és makrocsatornákat, és ezáltal az adott sejti, szöveti vagy szervi szinten különféle rendellenességeket hoznak létre, és amikor ez átvált egy krónikus állapotba, akkor szervi szinten megjelenik a betegség. Most ez a betegség és ez a felhalmozódás miből jön létre? Hát először abból jön létre, hogy a szervezetben a megszokott normális hőmérsékleti tartomány és környezeti hőmérsékletre adott válaszreakciók, tehát egy adott évszakban való pulzáló élet minősége megváltozik. És ez nem akkor, amikor hidegből melegbe vált az évszak, tehát amikor tavasz vége felé és átvált egy meleg nyári időszakban. Nem ilyenkor jönnek a betegségek. És nem is akkor, amikor a nyári forróság átvált egy enyhe őszi minőségbe, akkor még egy kicsit hűl. Nem. Olyankor, amikor az első erősebb hűvös hideg szelek jönnek, október környékén, aztán amikor a nagyon hideg szelek jönnek január környékén, és utána pedig az utolsó hideg, nagy hideg szelek, állandósult hideg szelek március közepe felé, vége felé, márciusban, és hirtelen jön már a tavaszi minőség, na ebben a három időszakban van úgynevezett ilyen ama kiválás, exoszóma kiválás, sejtméreg kiválás. Ezek a sejtmérgek, ezek igazából, ezek az amák, ezek a méreganyagok, és ezekben szaporodnak el a baktériumok, de csak akkor, a kórokozó baktériumok, de csak akkor, hogyha nagy mennyiségben vannak jelen. Hogyha kis mennyiségben vannak jelen, akkor épp hogy csak egy picit elszaporodnak, és még nem jön létre betegség az ember szervezetében, enyhe közérzetbeli probléma esetleg előfordulhat, viszont utána a szervezet salaktalanító mechanizmusai a baktériumok által már lebontott amát, méreganyagokat könnyedén eltávolítják a szervezetből. Tehát az évszakváltás okozhat egy ilyet, hogy legyengül az emésztő tűz. A legyengült emésztő tűz pedig magával vonja azt, hogy nem jól működik az emésztés, és amit már eddig felhalmozódott méreganyag, annak is ürülnie kell, évszakváltás történik. Tehát ilyenkor
betegség előfordulhat. A másik ehhez hasonló minőség akkor történik meg, amikor valamilyen sugárzásnak van az illető kitéve. Ez lehet tévé, rádió, telefon, számítógépnek a sugárzása, a laptop, ami ugye az ember sokszor az ölébe vett. Ezek mindegyiknek olyan a kisugárzása, amelyek sajnos az emberi szervezetre, főleg a sejtek és a belső idegrendszeri minőségek belső kommunikációjára rendkívül káros hatással vannak. Úgyhogy ezért ezek az elektromágneses hullámok 4G, 5G megjelenésével is számíthatunk arra, hogy túl sok exoszóma jön létre, túl sok sejtméreganyag kiválás, és ennek is lehetnek nátha és influenza-szerű tünetei, és egy csomó más egyéb nagyon komoly, súlyos idegrendszeri, vagy pedig szervi betegséggel járó tünetei lehetnek. Tehát ezért mindenkinek arra kell törekednie, hogy ezt úgy ellensúlyozza, hogy többet jár ki a természetbe, vízpartra, erdőbe, sétál, fut, sportol, és a szervezetét megtisztítja ezektől a salakanyagoktól, toxinoktól. A másik betegségforrás pedig az, ami a legkülönlegesebb és legelképzelhetetlenebb orvosok számára, akik ezotériával, spirituális dolgokkal nem foglalkoztak még, hogy asztrológiai szempontból vannak olyan kitüntetett időszakok, amelyek kifejezetten károsan hatnak az ember egészségére. Van olyan, amelyik időszak nagy általánosságban káros az egész emberiségre, tehát minden egyes ember abban az időszakban a testében különféle negatív folyamatokat, enyhét vagy erőset érzékelhet. És vannak olyanok is, amelyek az illető születési horoszkópjától függnek, tehát attól függően, hogy ő melyik állatövi jegyben született, melyik horoszkóp életházában, melyik bolygók aktívak, melyik van erős állapotban, melyik van gyengítve, melyik ház van támadva, és ezek előre vetíthetik azt, hogy neki milyen betegséget kell életében szembenéznie, vagyis nem pont betegség, de milyen területén, test területén várhatók negatív minőségek. Melyik test területén várhat olyan hatást, ami az adott testrészt vagy adott szervet, annak működését negatív irányba befolyásolhatja. Na most ezek bizonyos időszakokban az életünkben, ahogy halad előre életünk szekere, kifejezetten rá erősíthetnek erre a negatív hatásra, és olyankor az igazi asztrológus, aki nagy mértékben jártas az egészségügyi asztrológiában, tudja előre jelezni ezeket az időszakokat. És ez azt jelenti, hogy mivel előre jelzi a horoszkópunk azt, hogy mikor kell erre, arra, amarra odafigyelni, akkor mi megtesszük az előtte levő hetekben, hónapokban azokat a szükséges óvintézkedéseket, amivel be tudjuk biztosítani magunknak azt, hogy amikor eljön az adott időszak, akkor mi semmit ne tapasztaljunk meg, vagy minimális negatív energiákat tapasztaljunk meg, és az adott szerben, szervterületen ne alakuljon ki betegség. Tehát az egészség és betegség témakörében ezeknek a toxinoknak a felhalmozódása okozza minden esetben a betegséget. Ha nem halmozódnak fel toxinok, akkor ez nem történik meg. De ez a toxin felhalmozódás lehet évszakváltásból, lehet különféle elektromágneses, vagy rádióaktív, vagy bármilyen sugárzások hatására, és lehet asztrológiai szempontból, tehát negatív bolygóállások, negatív
időszakok esetén. Ebből a háromból jön létre az amának a feldúsulása, a méreganyagok feldúsulása, és ez okozza azt, hogy az adott szerv elkezd nem megfelelően működni, majd pedig súlyosabb állapotban konkrét betegség is előfordulhat. De ha az illető időben, diétával, böjtel, sporttal, mozgással és természetes környezetben való élettel felkészül ezekre a dolgokra, megelőzi a dolgokat, vagy mielőtt még a negatív események bekövetkeznének, előtte már érzi, hogy valami gond van, ellensúlyoz, akkor az összes negatív tényezőnek nem kell az életében betegséget hoznia számára. Ezt a modern tudomány is az 1910-20-26 környékén egy G.H. Tilden, vagy Tilden, Toxemia Explained könyvében, ez egy PDF formátumban le is tölthető a netről, pont erről szól. Tehát, hogy egyetlen egy betegség létezik, és amit ő elnevezett toxikusságnak, toxémiának. Tehát ez a toxémia az, ami a betegségeket okozza. Gandhi is erre utalt. Például erre a minőségre, ő azt mondta Gandhi, az ajurvédából kiindulva, hogy a tudatlan ember az, akinek mérgezett a teste, és erre különféle újabb mérgeket szedve, kemikáliákat, hogy meggyógyuljon, ahelyett, hogy böjtölne. Ez ugyanolyan, mintha valaki a koszos lakásába, a szennyes holmjai között még több szennyet vinne be, és ettől várná azt, hogy rend legyen a lakásban. Tehát a modern orvostudomány is a toxémia fogalmával, tehát a toxikusság fogalmával felfedezte azt, amit az ajurvéda mindig is mondott, hogy az egyedüli ellenségünk a szervezetben megjelenő molekuláris salakok, toxinok felhalmozódása, és hogyha mi ezeket eltávolítjuk megfelelő gyógyanyagokkal, tápanyagokkal, ásványokkal, vitaminokkal, nyomelemekkel feltöltjük, akkor a szervezet önmaga képes a regenerációra. A különféle elektromágneses sugárzásokról egy nagyon érdekes könyv jelent meg, The Invisible Rainbow, láthatatlan szivárvány címmel, A History of Electricity and Life. A története az elektromosságnak és az életnek, ezt Arthur Fürstenberg írta, és azt kell tudni erről a könyvről, hogy ő egy nagyon komoly kutatást végzett azzal kapcsolatban, hogy ahogy megjelentek különféle elektromágneses hullámzások az emberiség életében, nagy mértékű, nagy erejű sugárzások, úgy bizonyos betegségek is kisebb-nagyobb járványok felütötték a fejüket. Tehát így volt ez a rádió megjelenésével és rádiótornyok megjelenésével, így volt ez a tévé megjelenésével, tévé adósugárzó tornyok megjelenésével, és így volt ez, miután a II. Világháború környékén a radar és különféle egyéb ilyen repülőgépeket bemérő berendezése megjelente. Tehát későbbiekben, amikor megjelent az 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, tehát ezeknek mindegyiknél újabb és újabb úgynevezett exoszóma kiválások, járványok ütötték fel a fejüket, és hát van egy 1979-ben már elkészült, de nemrégiben titkosítás alól feloldott CIA dokumentum, ami a BitChute videó megosztva Dr. Rashid Buttar beszélt erről. Tehát, hogyha valaki beírja a BitChute videó megosztva, hogy Dr. Rashid Buttar,
5G, CIA, és declassified documents, akkor ki fogja adni azt a videót, ahol ő erről részletesen beszél, hogy magának a mikrohullámú sugárzásnak milyen egészségre gyakorolt hatásai vannak, tehát tipikusan nátha influenza, rák és hasonló, tehát nagyon kellemetlenek ezek a hatások, és ezt már az oroszok, a szovjetek 79-ben tudták. Na most, hogyha valaki az ajurvéda alapjaival szeretne megismerkedni, akkor az ajurvédikus életmód és főzés tanfolyamomat mindenféleképp ajánlom figyelmébe, hogy ezt minél előbb végezz el. Az országban, hogyha 5-10 fő összegyűlik, akkor nagyon szívesen elmegyek és megtartom ezt a tanfolyamot. Valamint az internetről letölthető Dr. Deepak Chopra Tökéletes Egészség című könyve. Ez egy nagyon jó átfogó képet ad az ajurvéda alapjairól, tehát ezt érdemes tankönyvként kezelnie mindenkinek. Ha valaki az egészségét szeretné helyreállítani, annak pedig egészségügyi konzultációimmal tudok segíteni, tehát védikus egészségügyi konzultációval, ez körülbelül 2 órás, és ez egy egész életről szól, tehát születéstől fogva megnézzük fiatalkori, csecsemőkori, kisgyermekkori, kamaszkori, felnőttkori betegségeket egészen a jelenkori állapotig. Ezeket a betegségeket megnézzük, hogy miből alakulhattak ki, miből jöhettek létre, jelenkorban milyen betegségek maradtak, vagy milyenek alakultak ki újabbak, ezekre is megoldást adunk. Plusz még arról is beszélünk, hogy a jövőben megjelenő betegségeket mivel lehet ellensúlyozni. Tehát, hogyha azt az életvitelt folytatja valaki, amit most folytat, amit csinál, aminek következtében esetleg beteg, akkor ez a jövőben vagy az, vagy még másabb betegségeket is magával vonzhat. Tehát ez a konzultációm rendkívül érdekes és izgalmas minden ember számára, és ezt csak egyszer tartom meg valakinek az életben, tehát ez egy olyan konzultáció, amit nem kell megismételni, mert egy életre szóló tudásod az életőnek. És hogyha valaki a konzultációt elvégezte, plusz még utána az ajurvédikus életmód és főzés tanfolyamomat, akkor tudja azt, hogy milyen ételből, étel repertoárból tudja az életét tökéletesen fölépíteni, családja egészségét, megőrizni a hagyományos ételek mellett, tehát azokat is nyugodtan fogyaszthatja, bizonyos megkötések mellett, hogy ne legyen beteg tőlük, és ugye elvégezte a konzultációmat is, tehát hogyha átnéztük az életét, akkor pedig tisztában lesz már azzal, hogy mi volt az, amit a múltban elrontott, és hogy a jövőben ezt még egyszer ne ismételje meg, ezért már egy csomó mindennel, egy napi rutinnal és minden egyéb plusz megtisztító eljárással, amivel a szervezetét karban tudja tartani. Ezekkel a konzultáció során én már őt elláttam. Jó, tehát ennyit szerettem volna mondani a betegségek létrejöttéről. Namaszté, szép napot mindenkinek!